Az ellenzéki pártok gazdasági koncepcióját feldolgozó riportsorozatunk harmadik állomásaként a Demokratikus Koalíció pártjának alelnökét kérdeztük a jövőképről. A Demokratikus Koalíció képviseli a leghatározottabban a mai magyar politikában azt az álláspontot, hogy vissza kell térni az Európába és a világgazdaságba illeszkedő, a globalizáció előnyeit messzemenően kihasználó gazdaságpolitikához, akkor Európában Magyarországnak van jövője, annak az útnak, amely azt mondja, távolodni Európától, távolodni a világgazdaság gócaitól, ennek nincs jövője Magyarország számára. Ez Magyarország számára a leszakadás, az elszegényedés politikája. A Demokratikus Koalíció álláspontja egyfelől az, hogy véget kell vetni a tőkeellenes és külföldi tőkeellenes politikának. Tudomásul kell venni, hogy Magyarország, mint egy 10 milliós gazdaság, a telephelyekért, a befektetésekért folytató nemzetközi versenyben kell, hogy helytálljon minden héten és minden hónapban. És ha nem sikerül a befektetési feltételeket javítani, akkor Magyarország tartósan leszakad. Másfelől ezt az adócsökkentési, ezt az egyoldalú adócsökkentési politikát sem lehet folytatni. Ez gazdaságilag is és társadalmilag is ártalmas. Tehát ha az a kérdés, hogy mit kell holnap után csinálni, sőt ma délután, akkor azt gondoljuk, hogy meg kell szüntetni ezt a befektetés ellenes adópolitikát, ezt a gazdasági protekcionizmust, ennek véget kell vetni, helyre kell állítani a gazdasági jogbiztonságot és alkotmányosságot. És a legnehezebb kérdés, hogy azután, hogy szétverték a nyugdíjrendszer második pillérét, hogyan lehet ezt valamikor újjáépíteni? Ugyanis azok a demográfiai, tartós demográfiai folyamatok, amelyek szükségessé tették, hogy a felosztó kiovó nyugdíjrendszer mellett legyen Magyarországon egy tőkefedezeti alapú nyugdíjrendszer, amikor ugye az aktívak és az idősek részaránya évről éve romlik, és ezen 30 éven belül biztos, hogy nem tudunk változtatni. Akkor az, hogy legyen tőkefedezeti nyugdíjrendszer is, ez elengedhetetlen az önök majdani nyugdíjának védelmében. Akkor ezt most szétverték, hogy úgy mondjam, ez a pénz elveszett, ami egy balzalom. Nem tudok szelidebb szót használni, mert az önök generációja számára egy balzalom, mert nem tudjuk, hogy miből lesz önöknek nyugdíja. Az a nyugdíj, a majdani nyugdíjnak az a negyede, harmada, amit a magánpénztárak adtak volna, annak a forrása, annak az alapja most elveszett néhány hónap alatt. Elköltötték mindenféle értelmetlen dologra. Valószínűleg ezt újjá kell valahogy építeni, nem tudom, hogy hogyan. Ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát ilyen értelemben egy világra nyitott, gazdasági jogbiztonságon és bizalmon alapuló állami politikára van szükség Magyarország területén, hogy visszaforduljanak Magyarország felé a befektetők, hogy ismét növekedjenek a beruházások, és ezen az alapon, a torta, amin osztozkodni kell, ne csökkenjen, hanem nőjön. Protekcionizmussal, tőkeellenességgel, befektetésellenességgel Magyarországnak nincs jövője.